egy igazán emlékezetes mérkőzés, a találkozó előtt megkaptad a 100-as számú mezt, itt a végén a közönség az egész csapatot és külön téged is ünnepelt, és a kettő között, ami ugye az előző után történelem, ez viszont a valóság, hogy 3 hónap után ismét nyert a csapat, és talán ez a legfontosabb. Milyen volt ez a mérkőzés belülről, hogy láttad? Hát nagyon kellett már, nagyon kellett, nagyon vártuk már ez a győzelem, nagyon zavart ma a csapat. Az első idő is látszódott ezért, hogy még mindig görcsösen játszottunk, hiába volt plusz egy ember, akkor se igazán volt helyzet. Nagyon gyorsunk akartunk támadni, és a Újpest azért jól lezárt a területeket. Második fél idő azért megbeszéltük az ötözőt, hogy a mester is mondta, hogy mit kéne csinálni, és aztán szerintem már irányítottuk azért a meccs a második fél idő, és jöttek a helyzet is, és a gólok is, hál' Isten. A cserék hozták az új lendületet, ami nagyon kellett? Természetesen, hát azért van is jó játékos a kispadon is, hogy ilyenkor tudnak változtatni a meccset. Ha a gólok nézzük, igen, mindenképp jó szálltak be, és hoztak, amit kellett, de szerintem az egész csapat dicsérni kell, mivel azért nehéz meccs volt, és azért nagyon vártunk ma ezt. Emberelőnyben játszottatok több mint 70 percig, nyilván ez is nagyon-nagyon fontos volt, de ami látványos volt, hogy a végén oda tudtatok figyelni arra, hogy amit mondott Kruscsics mester a kispadról, hogy nyugalom, easy, ugye ezt kiabálta végig, hiszen az előző mérkőzéseken, amikor majdnem megvolt a győzelem, akkor a végén lett döntetlen, vagy nem sikerült megnyerni. Mennyire volt fontos, hogy a végén tudtatok nagyon-nagyon rutinosan, fegyelmezetten játszani? Hát igen, a végén mindenképp akartunk tartani a labda, inkább Ez a 3 pont volt a legfontosabb, úgyhogy azért nem mentünk annyira előrefele már az utolsó 10 perc. Nehogy kockáz legyen hát, ugye ezért több meccs előfordul, hogy a vége fele kaptuk gól. Szerintem legfontosabb az volt, hogy legyen végre már ez a 3 pont, és biztos vagyok benne, hogy ma a Vasas ellen jobb játék is lesz. Nem volt rossz, de még nem az igazi szerintem, de kellett ez a győzelem, ez mindenképp.